Hajdú Portré. Ismert arcok, vállalkozók, a közélet alakítói, akiket csak futólag ismerünk. Néhány perc az életükről, terveikről és vágyaikról. Csak itt, a Hajdú Portréban. Jó estét kívánok! Mai vendégem vidám figura, olyan karakter, akivel mindig történik valami. Bári Zsombor színes egyénisége az élet számos területén megmutatkozik, ebből csemegőzünk most. Szia, köszöntelek nálunk, szia, köszönöm, jó estét kívánok! Elfogadtad te is a meghívásunkat. Ha valakinek feltennének egy találós kérdést, mondjuk azt, hogy itt él Hajdúszoboszlón tanítóbácsi volt, néha bohóc, néha télapó és gyakran motoron is ül, akkor biztos, hogy kitalálnák, hogy kiről van szó, rólad. Te minek tartod magad? Hú, én elsősorban pedagógusnak tartom magamat, mert nagyon szerettem azt a melót, azt nagyon szerettem a gyerekeket. Másodszorban tartom magamat télapó bácsinak, hiszen 21-22 éve vagyok a városban, mint Mikulás. Járok házhoz is, és van egy közös műsorunk két barátommal. Harmadsorban érzem magamat vendéglátósnak, hiszen üzemeltetek, illetve üzletvezetője vagyok egy helyi vendéglátó intézménynek, és negyedsorban vagyok csak motoros, bár az motorozás az a legkedvesebb hobbim, azt szeretem a legjobban csinálni. És mondjuk mit írnál a névjegykártyádra? Hát azt írnám valószínűleg, hogy helyi bohém, valami ilyesmi, vagy mediterrán bohém, vagy... Utaltál a pedagógus pályára, hogy igen hosszú időt töltöttél ezen a pályán, matematika-fizika szakon végeztél, tanítottál ebben a képzési formában? Hogyne, 1989-ben kerültem a Gönczi Pál általános iskolába, akkor még Császi Gyula igazgató bácsi vett fel, akkor matematika-fizika és technikát kezdtem el tanítani, majd ezt a tevékenységemet 94-ig folytattam, majd 94-től volt egy pár év kihagyás az életemben, ami pedagógiamentes volt. Azt is elárulom, hogy Reluxer edényeket árultunk egyébként egy barátommal, illetve az öcsémékkel. Majd 2000-ben tértem vissza újból a pedagógus szakmához, a régi iskolába, a Gönczi iskolába. Ott megint matematika-fizika szakot kezdtem el tanítani, majd utána szabadidőszervező lehet, hogy még egyszer tanító bácsi leszel? Egyébként én nagyon szeretnék. Én a mai napig is nagyon szeretnék tanítani. Keresem is a lehetőséget, hogy hol lehetne, mert végülis nekem az a szakmám, ahhoz értek a legjobban. A gyerekek nyelvén mindig tudtam beszélni, mindig megtaláltam a szót. Nagyon szerettem. Pedagógusként hogy mertél belevágni egy ettől sokkal távolabbi vállalkozási formába, területre, a vendéglátásba? Ez nagyon érdekes volt, mert én 2004-ben megpályáztam a saját igazgatómnak az állását, aminek a végeredménye az lett, hogy nem én nyertem a pályázaton, hanem a régi igazgató. Majd utána még vagy 3 évig a iskolának voltam a alkalmazottja. Ezt az időszakot eléggé megsínlettem. Tehát a 2007-ben már úgy gondoltam, hogy elég volt az idegi megpróbáltatásokból, és ezért úgy gondoltam az öcsémmel egyetemben, hogy keresünk valami más módszert, vagy más lehetőséget, ahol ki tudnám élni magamat, és ő magához hívott Nyíregyházára, és ott is dolgoztam egy másfél évig. Az ő cégénél, mármint az öcsém cégénél volt a marketing és PR igazgató. Egy nagy nyíregyházi, hatalmas nagy projektnek voltam a vezetője. Egy nagy music club lett volna ez a nagy dolog, ami végén az utolsó pillanatban nem valósult meg. Így aztán keresnem kellett egy lehetőséget, amit megcsinálhatok esetleg kicsiben. És ez lett az, amit most csinálok. Találtál már magadnak, önmagadnak választ arra, hogy miért foglalkozol ennyivel? Tehát miért vagy télapó, néha krampusz, bohóc, motoros, vendéglátós, meg aztán tanár is? Azért, mert egyszerűen ez mindegyikben megtalálom a jót. Nagyon szeretem a szervező munkát, a szervezést. És a humor, a vicc, az fontos. A humor, a vicc, ezek mind nagyon fontosak, ahol 10 ember összejön és összeüti a tányért, ott biztos 11-nek ott vagyok, és rövid időn belül valószínűleg a társaság közepe is, középpontjába is leszek.
így aztán akár a motorozásnál is, hogyha bármilyen motoros összeröffenés vagy összejövés van, hát mindenhol már a Hajdú-Bihar megyei motorosok egyesületében vezető ember vagyok, tehát mindenhol ilyen. Mi az a legnagyobb bohóckodás, ami számodra megmaradt, mint élmény? Van ilyen? Hát, a weboldaladat, ha valaki megtekint, akkor igen sok mindent megtud rólad. Nagy Bálint kollégámmal kezdtük el ezt az egész bohóc műsort. Egyszer egy turkálóba jártam itt a Kossuth utcán, és akkor megláttam egy bohóc ruhát. Hát láttam, hogy az alkatomra nem lesz jó, de valami 1500-2000 forint volt, és megvettem. És Bálintra jó volt. És akkor innen jött, jó, akkor én megcsináltatok magamra egyet, de akkor még műsor nem volt. És akkor azt mondta, kitaláltuk, hogy na hát akkor Istók Csaba felhívott avval kapcsolatosan, hogy a Bioétel Fesztiválon lenne, hogy csináljunk valami gyerekműsort, és egyszer felhívott, hogy Zsombor, már rajta vagytok a plakáton, találjátok, vagy mint Vári Zsombor és Nagy Bálint bohóc műsora. Mert így ezt megemlítettük, hogy lesz bohóc, de még semmi műsorunk nem volt. Így magamhoz vettem 3 üveg bort, vagy 2 szódát, és lementem Bálinthoz, és az egész bohóc műsorunkat egy olyan 2,5 óra alatt összedobtuk, természetesen a végén jól néztünk ki. Ebből a műsortípusból, ebből a bohóc műsorból vagy 3 fajtát csináltunk, ebben jártunk falunapokra, és tehát nem csak Hajdúszoboszlóan, Nyíracsár, meg Debrecen több felé előadtuk ezt a műsort, de egy idő után most már csak Bálint jár, mert hogy nekem elég sok dolgom van ebben a vendéglátós dolga. Mert hogy te vagy Bogyóka. Én vagyok Bogyóka, tehát ez az alkatomból adódik, bár Bálint is szerencsére hízik egy kicsit, tehát... többször utaltál már az alkatodra, a weboldaladon lehet olvasni egy Brad Pitt projektről, ez néhány évvel ezelőtt elindult, beért a célba, miről szól? Hát ez egy hatalmas poén volt, elkezdtem járni egy edzőterembe. És így valahogy jött egy Brad Pitt projekt, és elkezdtem erre gyúrni magamat. Nyilván az életben nem értem el a célt, viszont a weblapomra felraktam ezt a projekt kifejezést, és olyan heti 30 telefonom volt avval kapcsolatosan, hogy hogy szerezhetnék meg ezt a Brad Pitt projektet, hogy vehetnék át ezt, hogy ők is szeretnének ebben részt venni. És olyan látogatottsága lett ezáltal az oldalamnak, illetve ennek a menünek. De sikerült leadni végül is? Hát és utána vissza is szedni, persze. A másik nagy szenvedélyed a motorozás, erre utaltál. Harley Davidson mellényt látok rajtad, és sok-sok kitűzőt, elismerések, ezek mik ezek? Hát nem elismerések, hanem ezeken a mellényeken olyan jelvények lehetnek, amely rendezvényeken te részt veszel. Nyilván van olyan jelvényem, ami Hawaii-ról van, de ezen nyilván nem voltam ott, de ezt kaptam ajándékból, ez az ottani motoros klubnak a jelvénye. Szeretheted a sört is, hiszen mondhatnám azt, hogy bármerre járunk a városban, sokfelé látunk téged egy óriás plakáton. Hogy kerültél oda? Igen. Egy nagy nevű sörgyárnak lettem a hajdúszoboszlói reklám arca. Ők kértek fel erre a plakátra, óriás plakáton, a városban több helyen is kint van. Hát a barátaim is meglátták, én már vártam, direkt nem szóltam senkinek előre. Hát visszajeleztek, rengetegen telefonáltak, hogy ez méletlen. Hát ugye Vári Zsombor ezt is elérte, ugye ez hogy hát most már ha elmegyek, vagy nyugdíjas kort megérem, ami már ugye már nem nincs messzire azért. Na hát azért meg. Hát igen. Akkor legalább már azt is elmondhatom, hogy óriás plakáton szerepeltem. Az is kiderül a weboldaladról, hogy 1193 napja működik ez a söröző, ez a pub. Ennyire precíz és pontos ember vagy, hogy mindent számolsz? Hál' Istennek, úgy nem tudom, meg volt bennem a véna ehhez a vendéglátózáshoz is, hiszen diákként a Hotel Délibába voltam, mint pincér, annak a Tódiszkóba is, mint pincér. Tehát a nyaraimat gyerekként, vagy ifjúként, vagy diákként mindig valami vendéglátáshoz közeli hely, vagy fagylaltot árultam a fürdőbe, vagy
lángos sütöttünk, vagy halat, tehát mindig volt valami, és így nem tudom, így vélem is volt rá, így annyira jól ráéreztem erre a szakmára. Tudtam, hogy ha én ezt a kezembe veszem ezt az intézményt, akkor tudtam, hogy a város egyik legjobb helyét fogom megcsinálni. Ahelyett, hogy a vállalkozás nehézségeiről beszélgetünk, inkább beszélgessünk vidámabb dolgokról. Olvastam azt is rólad, hogy megvan a véleményed a nevedről, hogy honnan ered, Vári. Hú, igen. Én mindig várok valakire, vagy valamire. Én mindig azt érzem, nagyon türelmetlen vagyok, nagyon rossz tulajdonságom. Tehát az orvosnál nem tudok 10 percet eltölteni, úgyhogy a 8. percben ne örjöngenék, mert... És most vársz valakire? Jó, igen. Várok, mert legjobban egy nőre várnék, megmondom őszintén. Több éve, már 5 éve élek egyedül, már úgy egyedül, hogy 3 éve a kislányom is nálam lakik, tehát ketten élünk, én nevelem, én mosok vasalót takarítok rá, és egy 15-16 éves kislánynak minden nyűgét egyedül kell, hogy viseljem. Motorosként ez a tipikus szabadnak születtem, ez a Born to be Wild. Nehezen összeférhető egy tartós párkapcsolattal, mert egyrészt ez állandó menős. Motoros lányt is lehet találni, nem? Lehet. Na hát azért reméljük, hogy itt is megtalálod a helyed, megtalálod az utat, és megtalálod azt, akire vársz. Köszönöm szépen, hogy ellátogattál hozzá. Köszönöm szépen. Jó estét mindenkinek. Önöknek is köszönöm a figyelmet, egy hét múlva visszavárjuk Önöket, viszontlátásra.